Elkezdődött a volt olasz belügyminiszter bírósági tárgyalása Olaszországban. Matteo Salvinit azért perelték be, mert tavaly nyáron nem engedett kikötni egy migránsokkal teli hajót Szicílián. A bíróság azzal vádolja, hogy túlszul ejtette ezeket az embereket. Matteo Salvini azt mondta, azért állították bíróság elé, mert megvédte a hazáját. Szicílián az ügy miatt napok óta tartanak a tüntetések, szakértők szerint politikai boszorkányüldözés folyik Matteo Salvini ellen. Rendkívüli biztonsági készültség mellett kezdődött el szombaton reggel Matteo Salvini bírósági pere. A környéket ellepték a rendőrök és a katonák, a városban tüntetések voltak a politikus ellen és mellette is. Ez a nő táblájára azt írta, Salvinivel vagyok, tisztességtelen a tárgyalás. Az olasz testvérek nevű párt vezetője azt mondta, hogy a demokrácia védelmében álltak ki Matteo Salvini mellett. Nem lehet bíróság elé állítani azt a minisztert, aki a nemzet törvényeinek és határainak védelmében dolgozott. Szerintem mindez szörnyű, különösen a politika számára, fogalmazott Giorgia Meloni. A Liga vezetőjének azért kell felelnie a hatóságok előtt, mert tavaly nyáron még belügyminiszterként nem engedett kikötni egy migránsokkal teli hajót. Matteo Salvini a napokban ismét azt mondta, nem bánta meg tettét, mivel ő a népét védte az illegális bevándorlással szemben. A meghallgatása előtti estén úgy fogalmazott, nyugodtan és tiszta lelkiismerettel áll a bíróság elé. Csak abban reménykedem, hogy a bírák elismerik, hogy a munkámat végeztem, életeket mentettem meg, védtem az olaszokat, az határokat és a biztonságot, fogalmazott Matteo Salvini, aki hozzátette, azért állítják bíróság elé, mert megvédte a hazáját és betartotta a törvényeket. Ez pedig nem csak, hogy újra megtenni, de újra meg is fogja tenni, szögezte le Matteo Salvini. A Gregoretti nevű katonai hajó még tavaly júliusban érkezett Szicíliába. Több mint 100 migráns partra szállását azonban az akkori belügyminiszterként Matteo Salvini megtiltotta, és később is csak azzal a feltétellel engedélyezte, hogy a migránsok nem maradhatnak Olaszországban, hanem az Európai Unió többi tagállamának kell befogadnia őket. Mint később kiderült, a bevándorlók között legalább 2 embercsempész is volt. Az eset után Matteo Salvinit azzal vádolták meg, hogy visszaélt hatalmával, és túlszul ejtette az illegális bevándorlókat. Salvini ellen tulajdonképpen egyfajta politikai boszorkányüldözés folyik. Matteo Salvini ellen politikai boszorkányüldözés folyik, így értékelte a történteket Szomráki Béla, Olaszország szakértő az M1-en. Hozzátette, a baloldal el akarja távolítani a politikából a volt belügyminisztert. Csak a vak nem látja, hogy itt egy politikai manőverről van szó, ami egyébként kettős célzatú. Egyfelől le kell venni a sakktábláról Salvinit mindenféleképpen, ez a úgynevezett baloldalnak ez az egyik legfőbb célkitűzése, és ennek van egy mellékhatása is, amellett, hogy elpusztítják Salvinit, ha politikailag nem tudják, akkor segítségül hívják a bíróságot, és ugyanakkor szét akarják szedni az ötcsillagos mozgalmat is. Matteo Salvini első előzetes tárgyalása 4 órán keresztül tartott. A szicíliai miniszteri bíróság úgy döntött, az ügyben további üléseket és meghallgatásokat tart majd. Mások mellett beidézik például Giuseppe Conte olasz miniszterelnököt is. Matteo Salvini a bírósági tárgyalás után kijelentette, elégedett, hiszen kiderült, hogy nem egyedül döntött az ügyben, és szabályszerűen járt el, és azt is üdvözölte, hogy a bíróság meghallgatja az utódját is, mivel, mint fogalmazott, a migránsokat szállító hajókkal szemben a mai napig ugyanaz az eljárás, mint tavaly volt. A magyar külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált a történtekre. Azt írta, szégyen, hogy Matteo Salvinit állítják bíróság elé, és nem az embercsempészeket. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, Olaszország és Európa inkább köszönettel tartozik neki.